A gimnázium első osztálya nagyon összetartó közösség, hiszen évtizedek óta szánnak arra időt, hogy találkozzanak és nosztalgiázzanak. Június 1-én a délutáni órákban kezdtek gyülekezni a Táncsics Mihály gimnáziumban. Eltelt néhány év az iskola kezdés óta, ismét találkoznak az osztályával. Milyenek voltak azok az idők, amikor még önök voltak tanulók az iskolában? Hát én úgy gondolom, hogy nagyon szép idők voltak, mert fiatalok voltunk, és nagyon jó osztály a miénk. Minden 5 évbe találkoztunk, tehát mindig megszervezésre került, és mindig jó sikerültek ezek, és olyan jó érzés volt találkozni az osztályfőnökünkkel. Több tanárt nem igazából hívtunk, csak az osztályfőnököt meg a feleségét, de sajnos ő eltávozott tavaly közülünk, és tehát szinte majdnem mindenki itt van az osztálytalálkozókon, van egy-két személy, akit nem találunk, vagy felkeresünk, és nincs hozzá kedve, de a zöme itt van, úgyhogy, és ennek én nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen jó csapat van, és olyan jó emberek vagyunk, én úgy látom. A találkozó elején megemlékeztek azokról, akik már nincsenek közöttünk. Gyújtottak értük egy gyertyát, valamint egy perces néma csendet tartottak. Majd Pásztor Gergely, az intézmény igazgatója köszöntötte a vendégeket. Elmondta, hogy milyen változások, fejlesztések történtek az elmúlt években. Kőszegi Zoltán polgármester úr is jelen volt a találkozón, és minden volt gimnazista diáknak átnyújtott egy ajándékot, amivel megköszönte az összetartást és a dabasi látogatást. Mennyire tartják a hétköznapokban a kapcsolatot, tehát mennyire sikerült megtartani egymás között a viszonyt? Hát a helyiekkel még úgy, ahogy hát olyan nagyon sűrűn nem találkozunk, de vannak, akik messzebbre mentek, szolnokiak vannak, meg tehát nem itt laknak, de sajnos ez az időhiány, ez mindig olyan, hogy tehát nem sűrűn találkozunk, ez az igazság, és olyan jó ilyenkor azért egy kicsit összejönni, megmutatjuk az albumokat a gyerekeinkről, unokáinkról, elbeszélgetünk a régi emlékekről, gondolom, hogy ma is úgy lesz.